Üdvözlöm Önöket, ez a Közügy, az Öböl Televízió közéleti magazinja. Először Szentkirály Szabadja új polgármestere mutatkozik be és tájékoztat a település önkormányzatának jövőbeli terveiről. Majd Balatonalmádi Turisztikai Egyesületének elnöke értékeli az idei évet. Már is kezdünk. Szentkirály Szabadján a polgármesteri székért két jelölt indult, a korábbi polgármester Iványi András független jelölt 403 szavazatot kapott, és Gyarmati Katalin 404 szavazattal, szintén független jelöltként a szavazatok 50,6%-ával a község új polgármestere lett. Köszöntöm a stúdióban. Néhány mondatban, ha lenne szíves bemutatkozni a nézőknek, hogy mióta is él Szentkirály Szabadján, és miért szívügye a település. Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Én Szentkirály Szabadján nőttem fel, a településen jártam óvodában, iskolában, és 98. szeptember 1-e óta helyi általános iskolában dolgoztam. A választásokig, tehát 16 éves munkám van az iskolában, először mint tanítónő, és voltam megbízott iskolaigazgató, igazgatóhelyettes, és most utolsó pár évben pedig mint tagintézményvezető tevékenykedtem. Jelen pillanatban a párommal és a 4,5 éves kislányunkkal Bándon vettünk egy házat, és ott lakunk, de szinte csak aludni járunk haza, hiszen a településen töltjük a napunknak a nagy részét. Kislányunk is a helyi óvodában jár, éppen középső csoportban, és a szüleim, a családom Szentkirály Szabadján él, úgyhogy szinte szabadinak valljuk magunkat, annyi, hogy csak aludni járunk haza Bándra. És ezáltal szívügyem a település is, hiszen ott nőttem fel, ott ismer mindenki, és mindent megpróbálok annak érdekében megtenni, hogy működjön és jól legyen a település. Korábban a település életében milyen szerepet töltött el a település vezetésébe, gondolom, hogy... Hát, mint iskolaigazgató és tagintézményvezető, illetve így 8 gondolom, éve... belelátott a bizottságok így van, meg is. 8 éve a polgármesteri hivatalban is, hiszen abban 8 évből 4 év, mint a polgármesteri teendőket láttam el. Mi az, ami esetleg más szempontból keltette fel az érdeklődését a polgármesteri székért? Ugye szintén független jelöltként elindult a korábbi polgármester ellen. Mi volt az, ami motiválta? Fiatalos lendülettel szerettük volna átvenni a falu vezetését. Az előző polgármester úr ugye 25 éve vezette a falut, és úgy gondoltuk, hogy egy kicsi változás kell, és fiatalosítani szeretnénk, egy más lendületet adni a település életének. Minek köszön tulajdonítja a győzelmét? Hát én úgy gondolom, hogy a település is ezt várta el, hogy egy fiatalos, modern szemléletű vezetés alakuljon ki, illetve ahogy jeleztem is, tehát a településen nőttem fel, születésem óta ismer mindenki, és úgy gondolom, hogy bizalmat szavaztak nem csak nekem, hanem természetesen a képviselőtársaimnak itt, amit hát ezúton is köszönök minden szavazó polgárnak. Azért ez egy nagyon kevés szavazatkülönbségen, konkrétan egy szavazaton múlt a győzelem. Emiatt nemrég foglalhatta el a polgármesteri széket. Mi minden zajlódott le a választást követően egészen mostanáig? Így van, hát én úgy gondolom, hogy más településen is, hogyha ilyen szoros küzdelem lett volna, akkor máshol is meglépte volna a volt polgármester, hogy újra számlálást szeretett volna. Tehát benyújtott egy kérelmet, hogy még egyszer számolják újra és nézzék meg a szavazatokat, de ez elutasításra került. Ugye ennek megvannak a napjai, hogy hány nap múlva jön a határozatra, és természetesen is addig nem is szerettem volna elfoglalni a helyet, amíg ez nem tisztázódik, ezáltal én kicsit később kerültem fel a hivatalba. Ez az egy szavazat különbség, nem akarok ezen nagyon sokáig lovagolni, csak hogy említette, hogy valószínűleg a győzelmét a lakosság szemléletváltásának igénye is produkálta. Mennyire van esetleg olyan visszhang, hogy hát azért nagyon szoros, és hogy nem egységes az akarat is? Hát hál' Isten, csak az első két napban volt nagy visszhang a településen, és úgy látjuk, hogy lenyugodtak a kedélyek, és hát öröm az, hogy jönnek tényleg a lakosok bizalommal, hogy segítsük a problémáikat megoldani. Én úgy gondolom, hogy már emáltalán lenyugodtak a kedélyek. Milyen irányba kívánja elindítani a település életét? Fejlesztések, tervek? Milyen jellegűek vannak a tartalmak? Hát én úgy gondolom, hogy ahogy indultunk is, tehát a
realitások talaján maradva, gondolom, hogy más település is nem igazán duskálhatunk az anyagiakban, illetve még nem is ismerjük a következő évi költségvetést. Nem is ígértünk csodapalotákat és egyebet a választás során sem. Természetesen vannak fejlesztések, amiket meg kell oldani. Most jelen pillanatban éppen, hogy összeült a testület, átbeszéltük itt a fejlesztési dolgainkat. Vannak közterületek, illetve utcák, amik eddig elmaradtak, és elengedhetetlen azoknak a rendbetétele, illetve vannak vízelvezetési problémák. Oktatási intézményeink hál' Isten működnek, és támogatásuk továbbra is természetesen elsőleges feladat, illetve jelen pillanatban hál' Isten nyertünk pályázaton az óvoda felújítására, korszerűsítésére pénzt, és jelen pillanatban is a régi óvoda, aki jövőre ünnepli a működésnek 50. fennállását, teljes tető csere, nyilázáró csere, külső szigetelés, az óvoda konyhával is rendelkezik, és ott is egy új korszerű konyha felújítása folyik, tehát egy csodaszép új óvodánk lesz, és annak megy éppen most a kivitelezési munkái, illetve a fiatalokat szeretnénk bevonni a közösségi életbe. Én úgy gondolom, hogy ez minden településen nagyon nehéz, mi is másokat próbálkoztunk ezzel, és az iskola alatti területen van egy kis pálya, amit próbálunk focipályával alakítani a tavasszal, hogy ott egy kicsi mérkőzéseket a fiatalokat bevonni, illetve a vállalkozókat is szeretnénk bevonni a falusi életbe. Nem nagyon vettek eddig részt a rendezvényeken, rájuk is nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni, illetve nyitottabbá szeretnénk tenni mindent, tehát úgy, hogy a testületi üléseket, hogy bármi program van, időbe jelezni és színesíteni programmal a település életét. Milyen jellegű és hány darab projektet vettek át az előző ciklusból? Mert említettem most az óvodát, tudjuk, hogy a kerékpárút projekt is. A kerékpárút, így van. Több, gondolom, hogy akkor ezen kívül is van még esetleg igen, olyan, hát ilyen nagyobb projekt ugye az óvoda, ami hát még az előző testület szavazta meg, illetve hát nyerte az összeget. A kerékpárút fejlesztés elitér Balatonfűzfés Szentkirályszabadja között, ami már szintén elindult a kivitelezés. Reptérügy van még, ami már évek óta húzódik, Veszprémmel közösen, és más nagyon nincs, ez a három nagyobb projektünk van. A reptérrel kapcsolatban hol tartanak hát, az egyeztetések? Ez elég hosszú ügy, most volt éppen egy tárgyalás. Hát én úgy gondolom, hogy el is fog ez húzódni nagyon sokáig. Nem nagyon szeretnék igazából belemenni ebbe, tehát még tart a tereső. Mi az érdeke a lakosságnak, vagy a településnek a reptér ügyében? Hát az lenne a legjobb, hogyha természetesen mind a két fél, hogy jól járjon, hogy elsősorban azt szeretük volna, hogyha ott reptér alakul és egy ipari park fejlesztés kialakuljon, hiszen az a településnek is jó az iparűzési adót is, ha már nézem, illetve munka lehetőséget is adott volna biztos a településnek, tehát számunkra ez lenne a legjobb, hogyha ez megvalósulhatott volna, vagy megvalósulhatna. Mennyiben változott ugye említette, hogy alpolgármesterként vett részt a település életében az elmúlt 4 évben, mennyiben változott a képviselőtestület összetétele az elmúlt ciklushoz képest? Hát ezt örömmel mondhatom, hogy nagyon jó a képviselőtestület összetétele, hiszen maradt a régi képviselőtestület, két új taggal bővült, és hát hál' Isten a célok és az érdekek ugyanazok, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az elkövetkező 5 évben eredményesen fogunk tudni együtt dolgozni a testület tagjaival. Ennek már gondolom az első testületi üléseken, alakuló üléseken voltak jelei is. Hány darab bizottság alakult Szentkirályszabadján, és milyen típusú bizottságok, milyen feladatokat látnak el? Ugyanazok maradtak, mint az előző ciklusban, tehát 2 bizottságunk van. Van a településfejlesztési és a gazdasági pénzügyi ügyrendi bizottság. Az egyik bizottság éppen tegnap ült össze, és hát úgy látom, hogy ott is teljes az összhang, úgyhogy gondolom, hogy nem lesz probléma. Tehát változás ebben sincs, maradt ugyanaz a 2. Említette, hogy a település életének felpesdítésében vállalkozók bevonását is tervezik. A civil szervezetekkel való együttműködésre mi a jellemző? Mennyire lehet bevonni őket, vagy mennyire aktívak? Hát elmondhatom, hál' Isten, nagyon jó a kapcsolatunk a civil szervezetekkel. Egymás munkáját fogjuk tudni segíteni, én úgy gondolom, támogatjuk is egymást, és mindenféle programban együtt is tudunk dolgozni. Van egy baráti kör egyesületünk, nyugdíjas klubunk is van, és van egy Start sportegyesület, és mind a 3 egyesületen nagyon jó a kapcsolatunk eddig is, és úgy gondolom, hogy ezután is jó lesz, és aktívan részt vesznek egyébként mindenféle programban, lehet rájuk számítani, és természetesen mi is támogatjuk őket. És ők is ezt a fajta frissebb szemléletet szeretnék követni és támogatni, amiről az elején beszéltünk? Igen, úgy látjuk, hogy igen. Akkor maximálisan támogatást igen. Nyer az önkormányzat is.
Mik voltak, vagy mik lesznek a legelső teendői az önkormányzatnak? Mik hát azok a a legelső legfontosabb teendő és a dolgok, legfontosabb, ahogy említettem, tehát az óvodai fejlesztés lezárása, illetve december közepére, januárra átcsúszik még talán a fejlesztés. Ezáltal lesz egy gyönyörű óvodánk két csoport számára, de hál' Isten annyi gyerkőc van a településen, hogy már nagyon régóta három csoportos óvoda működik, de sajnos egy csoport mindig kilógott ugye az óvodából, mert nem tudtuk őket elhelyezni, mindig a település más helyén voltak. Most is jelen pillanatban három csoport az iskolának a tetőterében van elhelyezve, és nagyon szeretnénk, ha az óvoda, hogy most megújul, bővíteni egy csoporttal. Tervek már megvannak, és hát pont, hogy tegnap is volt a bizottsági ülés, ezen tárgyaltunk, hogy hogy lehetne megoldani, mert sajnos, hogyha egy csoporttal bővíteni szeretnénk az óvodát, olyan szakhatósági előírások vannak, hogy mivel kell még rendelkezni az óvodának, tehát tornaszoba, szertár és egyéb helyiségeknek mekkoráknak kell lenni, hogy olyan nagy beruházás lenne ez a falunak, hogy körülbelül a kivitelezési munkálatok ilyen 65 és 68 millió forintot ölelne fel, amire a településnek most jelen pillanatban 25 millió forint áll rendelkezésre. Tehát a nagyon nagy feladat lenne, hogy valami támogatást úgy gyűjteni, vagy segítséget kérni, hogy egy 40 millióval még tudjuk támogatni azt, hogy meglegyen a harmadik csoportszoba is. És nyilván ez, mint a többi településnél, ez csak az első lépés, mert utána automatikusan vonja magával, hogy az iskola fejlesztése is indokolta válik a magas gyereklétszám miatt. Igen, hát az iskolánk hál' Isten jó állapotban van. Jelen pillanatban állami fenntartás alatt van, tehát a Klebersberg intézmény fenntartó központ a működtető és a fenntartója is az iskolának. Nagyon jó a kapcsolatunk, tehát mindenféle támogatást megkapunk, és hát nekem meg egyébként is a szívügyem az iskola, úgyhogy nagyon sok mindent megteszünk annak érdekében, hogy tényleg működjön is tovább az iskola, és minél több gyereket tudjunk fogadni. Családias légkörben dolgozunk egyébként ott az iskolában is, és hál' Isten vannak bejáró gyerekeink is, tehát Veszprémből és Balatonalmádiból is. De az iskola befogadó képessége az optimális az óvodai létszámhoz mérten? Tehát, hogy ott nem lesz szükség fejlesztésre? Vagy az, hát ott elférnek, pont az a problémánk, hogy az iskola az nagyon nagy a gyerek létszámhoz képest, úgyhogy bártele lenne az iskola, az lenne a jó és az álom, igen. Igaz, hogy egy kicsit már távol vagyunk a választástól, de ugye nemrég foglalt el igazából a szavazat újra számlálás miatt a pozícióját. Van esetleg olyan, amit a választási programban nem hangzott el, és ígérne vagy üzenne egy a választás eredményét követően a lakosságnak? Hát én csak három szót szeretnék mondani, ami a választási lapunkon is rajt volt. Megbízhatóság, átláthatóság, őszinteség. Én azt hiszem, hogy ebben minden benne van. Eddig ez nem volt kellőképpen jellemző a település vezetésére, vagy nem volt kellően nyílt a lakossággal, és hát én úgy gondolom, hogy így talán nyíltabb lesz, hogy ugyanúgy, hogy testületre, például testületi ülésre, ha készülünk, akkor időben a faluban látják, hogy testületi ülés van, és szívesen várjuk a lakosokat. Eddig ez nem igazán volt jellemző. Tehát testületi üléseken általában képviselők voltak, lakosok nem igazán, és már most látszott, hogy az alakulülésen is hál' Isten megjelentek, és most lesz testületi ülésünk, és már mondták, hogy többen szeretnének jönni, úgyhogy én bízom benne, hogy a falu lakosait is kicsit meg lehet mozgósítani a tekintetben, hogy ők is jöjjenek a testületi ülésekre. Illetve honlapot készítünk éppen most, hogy azt is lehessen követni, illetve mindenféle programról, e-mailen körbeküldünk mindenkinek mindent, hogy mindenki időben lássa a programokat, és hogy minél többen vegyenek részt rajta. Hogyha ezt a részvételt próbálják generálni, akkor gondolom, hogy tervezik azt is, hogy esetleg a döntésekbe fórumokon keresztül bevonni a lakosságot. Ezzel kapcsolatban mi a konkrét elképzelés? Így van, pont tegnap beszéltük szintén a bizottsági ülésen, hogyha nagyobb orderejű kérdés van, akkor érdemes lenne összehívni a lakosságot, hogy őket is tájékoztatni, illetve az ő véleményüket is természetesen, hiszen azért dolgozunk, hogy figyelembe vegyük, és ennek függvényébe tudjunk dolgozni továbbra is. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást, és jó munkát kívánunk az elkövetkezendő 5 évhez. Én köszönöm szépen a meghívást. A Balaton-Almádi Turisztikai Egyesület szezonértékelésével folytatjuk műsorunkat. Vendégem az Egyesület elnöke, Gyenes Ákos. Köszöntöm a stúdióban. Köszönöm a meghívást. Balaton-Almádiban pontosan milyen feladatot lát el a Turisztikai Egyesület? Hát a Turisztikai Egyesület Balaton-Almádiban
végül is mondhatjuk, hogy két nagy tevékenység csoport köré szervezi a munkáját. Ez egyébként az egyik az a klasszikus értelme vett Turinform és a Turinformhoz kapcsolódó feladatok, tehát itt a Turinform irodának az üzemeltetése, az információnyújtás, a kiadványok szerkesztése, készítése, a turisztikai térképeknek a összeállítása, szerkesztése, nyomtatása, a Magyar Turizmus ZRT adatbázisába való adatfeltöltés, minden olyan információ, ami vagy rajtunk keresztül kell, hogy eljusson a Turizmus ZRT-hez, vagy fordítva a Turizmus ZRT-től jövő információkat kell nekünk itt helyi szinten szórnunk információilag. Tehát ez az egyik nagy tevékenységű kör, ezt egyébként non-profit tevékenység keretein belül végezzük, és emellett van a Turisztikai Egyesületnek egy profit-orientált tevékenységi köre, ez egyébként teljesen számvitelleg és egy adóköteles tevékenységben, tehát egy áfakörön belüli tevékenységről beszélünk, ahol mi rendezvényeket szervezünk, programokat szervezünk, és hát olyan különböző, mondjam azt, némi kis profitot termelő tevékenységet próbálunk összeszedni, amiből a Turisztikai Egyesület plusz forrásokhoz jut, gondolok itt helyi ajándéktárgyak értékesítéséhez, különböző könyvek, albumok, kiadványok értékesítésére, színházjegyek, koncertjegyek értékesítésére, és így tovább. Nem minden település turisztikai egyesületére jellemző ez a komplexitás. Ez annak köszönhető, hogy a Balaton-Almádia járás központja és esetleg a rendezvényei olyan mennyiségben jelennek meg, ami miatt nagyobb a látogatóközönség, vagy egyszerűen csak mi a járási központ, azért sok turista eleve innen próbál meg információt gyűjteni, akár a környező települések. Én nem hiszem, hogy ennek a járási központ kérdéséhez közel lenne, mert ez már a járások kialakítása előtt is így volt Balatonában, de sokkal inkább azt mondom, hogy inkább történelmileg alakult így, hogy a Turisztikai Egyesület fennállása óta megpróbál nem csupán információt nyújtani a hozzá betérő látogatóknak, hanem megpróbál ugye plusz programok szervezésével, elsősorban a turisták szemszögében nézve izgalmas időszakokban, tehát leginkább ugye a nyári időszakokra koncentrálva különböző programokat, fesztiválokat szervezni. Úgyhogy ennek szerintem csak ilyen prózai oka van. Más településeken, ahol ez nem így van, ott ezt a rendezvény szervezői tevékenységet általában ugye vagy valami helyi, tehát a helyi önkormányzat valamelyik KFT-je, vagy maga a kulturális intézményrendszer látja. Említette, hogy vannak non-profit és profitorientált tevékenysége is. Milyen források állnak a rendelkezésükre ezeknek a programoknak a megvalósításához? Hát a non-profit tevékenységünknek a forrás oldala az egyértelműen ugye az önkormányzati támogatásból van fedezve, hát sajnos egyre kevésbé van egyébként fedezve, ugye ez egy most már 5 éve megállapított támogatási összeg, amit hát szépen kihízott a Turisztikai Egyesület, nem csak a villanyszámla ment följebb, hanem ugye sok-sok egyéb költségünk is. Úgyhogy hát a mai helyzet az az, hogy a non-profit tevékenységünk fedezésére is kénytelenek vagyunk a profit oldalon levő bevételeinkből, vagy eredményünkből átcsoportosítani forrásokat ahhoz, hogy mondjuk az irodát is üzemeltetni tudjuk. Ebből mindjárt nagyjából sejthető is, hogy minden, amit viszont a profit orientált oldalon végzünk, annak valóban profitképesnek kell lenni, mert ott viszont nem tudjuk betömködni a lyukakat egyéb önkormányzati vagy bármilyen egyéb támogatásokból. Tehát akkor, mikor mi bármilyen fesztivált szervezünk, annak mindenképpen profitképesnek kell lenni, különben komoly pénzügyi nehézségekbe is kerülhetnénk. Összességében mi jellemző Balaton-Almádi turisztikai életére? Mik a hangsúlyosabb pontjai úgy általában? Az Egyesület szemszögéből nézve, vagy a turista szemszögéből nézve? Kérdezik. Mind a kettő érdekes lehet szerintem. Igen, hát azt hiszem, hogy ha turista szemszögéből nézve vizsgáljuk a kérdést, akkor Almádi turizmusára az elmondható, hogy addig, ameddig mondjuk a Balatonparton sok hasonló méretű város aféle ilyen turisztikai központnak próbálta magát pozícionálni és kialakítani, és mondjuk attrakciófejlesztésben és sok-sok egyéb beruházásban ez kézzelfogható. Addig Almádi egy másik utat járt, ez nem feltétlenül jobb vagy rosszabb, én azt gondolom, hogy itt egy picit
a mérsékeltebb vendégszám az, ami talán a helyi lakosság érdekeivel is jobban összeilleszthető volt, és gyakorlatilag, ha megnézzük a Hamádit turista szemszögből nézve, akkor ez egy barátságos, csendes, sebbnek mondható balatonparti város. A szükséges infrastruktúrák mellett a legfőbb turisztikai vonzere egyértelműen ugye a strand, vagy hát mondjam azt a strandok, mert ugye több strandunk is van. Úgyhogy így néz ki a turista szemszögéből nézve. És az egyesület szempontjából? Az egyesület szemszögéből nézve nyilván mi próbálnánk egy picit azért ennél mondjam azt reformosabban gondolkodni, tehát nekünk ennél nagyszabású terveink is lennének, viszont ezek egyértelműen ugye jelen pillanatban a pénzügyi háttér előteremtésére várnak. Ebben egyébként az önkormányzattal én azt gondolom, hogy az elmúlt években megtaláltuk azt a közös gondolkodást, amiben ők is azért mutatnak nyitottságot arra, hogy ne csak a strand legyen az egyedüli vonzerünk, mert például, mint az idei év is volt, amikor az időjárás nem volt kegyes a strandolókkal, akkor azért az önkormányzat elég erősen érzi ezt a saját bevételein, más strandbevételei vonatkozásában, hogy mit okoz az, hogyha nem jó az időjárás. Ugye ez akkor, amikor mint mondjuk az előző évben jó volt, akkor meg mindenki nagyon örült, hogy mennyivel nőttek a strandbevételek. Csak ez önmagában egy elég egy lábon állás turisztikai szemszögből nézve, hogy csak a strand, ami a turisztikai vonzerünk, meg csak a strand az, ami az önkormányzatnak is leginkább mondjuk közvetlen módon turisztikai bevételt tud teremteni. És hát azért ez mindig valamilyen módon összefüggésben áll az idegenforgalmi adó bevételekkel is, mert akkor, amikor rossz az időjárás, és egy településnek igazából csak a strand az egyedüli vonzereje, akkor érthető módon a vendégészakák száma se fog megháromszorozódni, vagyis ha csökkenés van a strand oldalon, akkor nagy valószínűség csökkenés lesz a vendégészaka számból, ez pedig direkt idegenforgalmi adó bevétel kiesést fog jelenteni. Milyen várakozással indultak neki egyáltalán a szezonnak az elmúlt évekhez képest? Hogyan remélték az idei szezont, illetve eleve elkezdődött idén tavasszal a nyitott Balaton is, ez milyen hatással volt az előszezonra? Ugye a nyitott Balaton programsorozatról talán a nézők kedvéért, mert nem biztos, hogy mindenki hallott róla, ugye ez egy ilyen összbalatoni összefogásnak nevezhető programsorozat, amiből most tavasszal és ősszel is volt egy bő egyhetes, ugye 10 napos program időszak, amiben megpróbáljuk azt beültetni az embereknek a fejébe, és itt lehet, hogy mindjárt a fogalmazásban is jelentős különbség van, hogy mi nem szezon szeretnénk hosszabbítani, amiről ugye hosszú évtizedek óta beszél a turisztikai szakma a Balaton vonatkozásában, hogy hogyan lehetne szezont hosszabbítani. Itt teljesen másról van szó, még akkor is, hogyha a médiában azért ez nem mindig pontosan így hangzott vissza, vagy így lehetett visszahallani, hogy gyakorlatilag új turisztikai szezonokról beszélünk a Balaton vonatkozásában. Tehát nyilván nem életszerű, hogy az emberek májusban már fürödjenek a Balatonba és októberben is, mert az lenne a szezon hosszabbítás. Már olyan értelemben, hogy a nyári szezon nem fogjuk tudni meghosszabbítani ilyeténképpen. Meg nyilván az sem lehet kiölni az emberekből, hogy augusztus 20-a után mindenki hazamegy, mert kezdődik az iskola a gyerekeknek. Tehát azért azzal együtt egyébként, hogy érdekes, ha megnézzük a statisztikákat, akkor azért, ha jó az időjárás, akkor augusztus 20-a után, és ez mondjuk idén nem feltétlenül volt így, de például az előző évben abszolút úgy volt, hogy az augusztus utolsó hete, ami augusztus 20-a után volt, semmivel nem volt gyengébb, mint az augusztus 20-a hete egyébként, mert hogy ugye kánikulai meleg volt, és mindenki még a iskola kezdés előtt utoljára kihasználta az alkalmat, hogy egy kicsit balatonozzon. Ez idén ugye a kedvezőtlenebb időjárás miatt már nem volt azért ennyire igaz. De valóban van egyfajta ilyen beidegződés, hogy a Balatonra mondjuk július 2. hetétől augusztus 20-áig jönnek az emberek, és ezt ha megnézzük a statisztikákat vendégészaka számban, akkor torony magasan kiugrik ez a mintegy 6-7-es időszak. Tehát itt arról beszélünk a nyitott Balaton vonatkozásában, hogy egy tavaszi szezont és egy őszi szezont próbáljunk meg szépen beültetni az embereknek a tudatába, hogy a Balatonra nyáron jól jönni a fürdés miatt, meg az egyéb gazda programkínálat miatt, ami a nyárhoz köthető, de ugyanennyire jó jönni tavasszal is, meg ősszel is, amikor teljesen más programkínálat és teljesen más élmények várnak itt a turistákra. És ugye még a tavasz időszak az egyértelműen az aktív turizmusra, a különböző sportolási lehetőségekre, túrázás, kerékpározás, nordic walking és így tovább, erre a vonalra volt felfűzve, addig az őszi időszak most ugye egyértelműen a bor, gasztronómia, kultúra csomagot alkotta, úgyhogy
Hát, hogy ez ezek mennyi... a programok beváltották a hozzájuk fűzött reményeket? Vagy hogy álltak ehhez egyáltalán a helyi vállalkozók, vendéglátósok? Igen, talán azt hiszem, hogy ebben van még több közös tennivaló, mert hogy a programok, azok a turisták, akik itt voltak ebben az időszakban, nyilván nagyon örültek neki, hogy nem egy félig meddig kihalt Balaton parttal találkoztak, hanem azért voltak számukra különböző program lehetőségek szép számban minden településben, itt Balaton-Almádiban mi is szerveztünk jó néhányat, és ezeken azért volt részvétel. Itt a vállalkozók oldaláról nézve látok én még némi kis visszafogottságot, vagy passzivitást, hogy ők azért még nem nagyon hisznek, vagy hittek abban, hogy ez valóban megmozgathat embertömegeket, és mondjuk nekik meg fogja érni kinyitni már májusban is, vagy meg fogja kinyitni még októberben is a saját üzletüket. Úgyhogy, de ez nagyjából egyébként egybevág azzal, amit vel a teljes magyar turizmus is szenved, hogy a helyi szinteken azért a vállalkozókat közös gondolkodásra bírni azért még nagyon sok helyen nem könnyű, mert régi beidegződéseket kéne tudni átformálni, ami nyilván egyen nehezebb. A visszajelzések alapján ezek a nyitott balatoni tavaszi, őszi programok milyen irányban igénylik a fejlesztést? Tehát ez így jó volt, hogy a tavasz az csak mozgás, az ősz az csak gasztronómia, vagy ez ennek valami kevert formáját lenne érdemes akár mind a két előutó szezonban? Hát ha most engem, mint turisztikai szakembert kérdez, akkor azt mondom, hogy az nem jó, hogyha mindenre akarunk lőni mindig. Tehát sokkal egyértelműbben kommunikálható, sokkal tisztábban tartható egy kínálat akkor, hogyha az mindenki számára világos, hogy miről van szó. Tehát amikor mi tavasztal is akarunk mindent, meg ősszel is akarunk mindent, az szerintem sokkal kevésbé fog átmenni a potenciális utazó közönség fejébe, mint hogyha célirányosan egy-egy konkrét dologgal szólítjuk meg. Ebben benne van persze nyilván annak a veszélye, hogy az a dolog, az nem biztos, hogy mindenkit érdekel. De nincs ezzel semmi baj, mert akit nem érdekel az aktív turizmus, az majd jön ősszel, amikor őt mondjuk a gasztronómia vagy a borturizmus érdekli. Mi azzal is nagyon boldogok legyünk. A cél itt az, hogy ne csak nyáron jöjjenek az emberek összességében a Balatonra, hanem ezt a fajta borzasztóan erős szezonalitást, ezt megpróbáljuk valami módon egy picit azért kiegyenlíteni az év többi időszakára. A főszezon az hogy alakult? Nyilván az időjárás az nagyban beleszólt, de a programok tekintetében mennyire érte el azt a látogatottsági szintet? Ugye találkoztunk a Pálinka Fesztiválon is, az is egy kifejezetten népes látogatószámot produkáló program volt. Igen, tehát azok a fesztiválok, rendezvények, amiket a Turisztikai Egyesület szervezett, ezek kivétel nélkül egyébként ugyanazt tehát hozták az előzetes elvárásainkat, tehát azt a látogatószámot hozták, és egyébként a kitelepült szolgáltatók visszajelzései is mondhatom, hogy 95%-ban pozitívak. Nyilván mindig van néhány elégedetlenkedő, de összességében azok, akik kitelepültek, ők üzletileg úgy érezték, hogy ennek volt értelme. A másik oldalról azért pontosan tudjuk, és ezt ez egy fontos itt is megemlíteni, hogy ezek a fesztiválok azért nem csak a turistáknak szólnak. Tehát itt a nyári fesztiválok látogatószámai vonatkozásában minden évben készítünk mi erre vonatkozóan felmérést és közvélemény kutatást, ahol látjuk, hogy azért itt a résztvevőknek az egyharmada az Veszprémből érkezik egyébként, tehát ez talán nem is olyan nagyon meglepő, a másik oldalról azért az aránya az talán mégis. A résztvevőknek a több mint fele az helyi lakos, és akkor a maradék mondjuk az 15-20% közötti nagyságrenden osztozkodnak a turisták. Tehát itt azért, ha az arányokat nézzük, akkor azért nem feltétlenül csak turisztikai rendezvényről beszélünk, meg akkor is, hogyha turista idény kellős közepén vannak ezek a fesztiválok. Úgyhogy ez, azt gondolom, hogy egy ilyen kicsit ilyen vegyes felvágott, mert legalább annyira szól ez a helyi lakosságnak, meg a tenni üdülő nyaraló tulajdonosoknak, mint amennyire egyébként mondjuk a vendégészakát eltöltő turistáknak szól. Nyilván minden program, ami Balaton-Almádiban, akár a kulturális központ, akár a Turisztikai Egyesület szervezésében valósul meg, szól a lakosságnak is. A lakosság mennyire aktív, akár a szervezésben, háttérmunkában besegíteni, mennyire szívesen csatlakoznak, vagy maga a látogatószám szempontjából mi a tapasztalat? A látogatószám szemszögéből nézve
mi most a saját rendezvényeink szemszögéből vagy vonatkozásában beszélek, egyértelműen látható, hogy ők ezeket nagyon kedvelik, nagyon szeretik és jönnek, leszámítva azt a néhány lakost, akinek egyébként ez nyilván tehát okoz némi problémát itt elsősorban, ugye mindig a zaj, meg a hangos zenevona az, ami azért néhányaknál a tűrés határon túlmutat. Én azt hiszem, és ezt mindig el is szoktam mondani, hogy egy olyan településnek, mint Balatonalmádia, amiben leginkább a húzó, tehát az egyedüli gazdasági ágazat az a turizmus, annak el kell tudnia viselni a nyári 6-7-es időszakban ezt a fajta kellemetlenséget cserébe azért, hogy az év többi, több mint 10 hónapjában úgyse történik semmi, ami zajjal jár, tehát valamit valamiért, tehát ez abban a 6-7-ben kell tudni ugye nagyon sok szempontból minél többet kihozni azért, hogy a város fent tudjon maradni éves 12 hónap viszonylatában. De ha pedig a programok való részvétel szervezés vonatkozásában vizsgáljuk a kérdést, akkor itt viszont nagyon pozitív példákat is tudnék mondani. Ugye, ha most nem csak a fesztiválokról beszélünk, hanem van a Turisztikai Egyesület gondozásában egy nyitott templomok, vezetett templomi séták programunk, amit ugye a tavaly évben indítottunk el, és idén egy kibővített változatban vittünk tovább. Itt ugye önkéntesek vállalják azt, hogy reggelenként nyitják a turisztikai szemszögből nézve vonzerőként bíró templomainkat, Szent Anna kápolnát, a Szent Ignác templomot, az erődített templomot. Este pedig zárják, tehát ezt önkéntesek végzik a nyitást, zárást, illetve a vezetett sétákat is szintén önkéntes idegen vezetők viszik minden szombaton. És itt a látogató szám az egyértelmű növekedést mutatott az előző évhez képest is, úgyhogy van egy olyan, én azt hiszem, egy olyan lelkes helyi lakos csoport itt a háttérben, egy olyan civil összefogás, amit mindenképpen ki kell emelni, és ezúton is köszönet nekik azért, hogy ennek ők értik és látják a fontosságát, és szívesen vesznek benne részt. Úgyhogy én ezügyben nagyon pozitívan tudok nyilatkozni. A városban létrejövő programok mennyire elégítik ki a lakosság a turisztikai látogatóknak az érdeklődését, kíváncsiságát, vagy milyen visszajelzés, vannak-e esetleg ezzel kapcsolatban felmérések, visszajelzések, hogy milyen irányba és hogyan kellene haladni, mi az, amit esetleg el kellene hagyni, mi az, ami irányában nyitni kellene Balatonalmádi városának? Konkrét felmérésünk ezzel kapcsolatban nincs, hát nyilván azért itt ez már egy kicsit bonyolultabb kérdést vizsgálunk. Amit a szolgáltatóktól jövő visszajelzésekből tudunk, hogy azok, akik nyáron jönnek, azok nyilván bőven találnak program lehetőséget. Az más kérdés egyébként, hogy mondjuk ez mennyire szórakozási lehetőség, és mondjuk melyik korosztálynak szóló szórakozási lehetőség, mert azért itt pontosan ismerjük és látjuk azt, hogy mondjuk a fiataloknak szóló program lehetőségek azért eléggé szűk kínálattal bírnak, bár ebben is volt egyébként ugye idén előrelépés Balatonalmádiban, itt elsősorban ugye a strandon megnyílt új Fröccs terasz, vagy nem is tudom milyen jelzővel illethetem, csak hogy nem mondjam a márka nevüket. Tehát azt gondolom, hogy azért van erre vonatkozóan azért már valami, ami szintén szárba szökkent, és ezt mi egyébként igyekezzük is, amennyire lehet támogatni és együttműködni velünk. Ők is egyébként beléptek a Turisztikai Egyesületbe, úgyhogy jó velük a kapcsolat. Itt a nagyobb kérdés az ugye mindig a szezonon kívüli időszak, hogy az a vendég, aki idejön szeptember, októberben, vagy idejön április, májusban, az milyen program lehetőségekre, hány nyitott üzletre talál. És ugye ebben van még igazság szerint nem csak Almádiban, hanem teljes Balaton szinten probléma, hogy azért a valóság az, hogy eléggé szezonon kívüli arcát mutatja a Balaton szeptembertől májusig. Az minek köszönhető, hogy korábban, ha jól emlékszem, azért eléggé jelentős bázisa volt szórakozóhelyek és vendéglátóegységek tekintetében a fiatalabb korosztálynak. Hogy ez így átalakult, és ezzel így mennyire változik meg esetleg a turisztikai látogatók összetétele, illetve mennek tovább esetleg, vagy állnak meg hamarabb a Balatonparton más településnél, ahol adott ez a lehetőség. Az okokat én nem ismerem, mert hogy ezek bőven azelőtt születtek ezek a döntések, mint sem, hogy én a Turisztikai Egyesülettel kapcsolatba kerültem volna, úgyhogy ezt valószínűleg a önkormányzatot kéne ezügyben megkérdezni. Feltehetően egyébként itt is a
hogy ez mennyire volt kulturált keretek között, és mennyire zavarta a helyi lakosságot, én feltételezem, hogy azért ilyen okokra is vissza lehet itt vezetni a dolgokat, meg hát egyébként azok az épületek közül nagyon sok már eléggé megkérdőjelezhető minőségű állapotban volt, tehát lehet, hogy már csak az épületeket is magukból is le kellett bontani, az más kérdés, hogy helyükben nem építettek újakat, vagy nem ilyen funkcióval látták őket el. Nyilvánvalóan a fiatalok ettől függetlenül szórakozni akarnak, tehát ők nem érzik úgy, hogy ne tehetnék ki a lábukat almadiból, úgyhogy ki is teszik, úgyhogy mindig éppen oda mennek, ahol a legvonzóbb szórakozó helyek vannak, úgyhogy pontosan tudjuk, hogy akkor, mikor Alsóörs volt a sláger, akkor mindenki Alsóörsre ment, akkor, mikor Füred a sláger, akkor mindenki Füredre megy, akkor, mikor Veszprémbe nyílik egy új szórakozás, akkor mindenki Veszprémbe megy. Tehát ez a távolság azért nem csak a helyi lakosságnak, de egy turista szemszögéből nézve is még bejárható távolság. Új honlapot készítettek a városnak, amin szerepelnek nyilván a turisztikai egyesület és a város által rendezett programok is. Milyen a kapcsolata az önkormányzattal, illetve ilyen szempontból ugye érdekes a kulturális központtal is, hogy ezeket így össze tudják szervezni és meg tudják jeleníteni egy ilyen formátumban. Igen, ez egy nagyon nagy előrelépés a város életében, a turisztikai egyesület szemszögéből nézve mindenképpen, hiszen mi ugye egészen idáig egy párhuzamos weboldalt üzemeltettünk, a városi weboldaltól mondhatom teljesen függetlenül és külön, és ez nem volt jó, mert a turisták túljó többsége a városi honlapra érkezett meg, akkor, mikor mondjuk Almádit, mint potenciális úti célként számításba vette, és innen nagyon kevesen találtak át aztán a turisztikai egyesület weboldalára. Ez az új fejlesztés, ez nem csak technológiájában érte utol az azóta sok minden fejlődésen keresztül ment webfejlesztésnek a területeit, hanem legalább annyira, és ez az egyesület szemszögéből fontos, ugye egyből direkt módon rátereli a utazni vágyókat, a turistákat a turisztikai egyesület felületére. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a turisták szemszögéből nézve mindenképpen egy nagyon nagy könnyítés, hogy neki nem egy olyan menüstruktúrából kell kitalózni a számára fontos információkat, amiben egyébként hemzsegnek a számára teljesen irreleváns városi lakosságot érintő kérdések. A városi lakosságnak meg lehet, hogy egyébként szintén egyszerűbb lesz ezen a felületen megtalálni a számára fontos helyi intézmények és egyéb helyi információknak a történeteit. Nyilván ezt még azért valószínűleg szokni kell itt sokaknak, akik a régi weboldalt már nagyon magabiztosan böngészték. Én összességében, ha csak az eredményekről kell beszélni, hogy ezt nyár közepén indítottuk el, a Turisztikai Egyesület weboldalának a látogatottsága az drasztikusan megemelkezett ezen változtatás hatására, úgyhogy én bízom benne, hogy most sokkal jobban a turistákhoz fogunk tudni szólni a weboldalunkon keresztül, mint tudtuk azt tenni ezt megelőzően. A beszélgetés elején említette, hogy vannak komplex reform ötletek, amihez az önkormányzat forrás biztosítására várnak. Milyen jellegűek ezek, és ez hogyan hathat a következő, illetve az azt követő szezonokra, hogyha ezek megvalósulnak? Milyen típusúak ezek a tervek? Hát ezek a tervek leginkább attrakciókra vonatkoznak, tehát itt az önkormányzat ugye nagyon sok mindent tesz azért, hogy Balatonalmádi egy szép, egy vendégszemmel nézve élhető és egy kellemes hely legyen, viszont ez önmagában mondjuk azt, ez a szükséges alapinfrastruktúra. Tehát az, hogy parkosítva vannak a közterületek, az, hogy tisztaság van, az, hogy a házak kulturált módon néznek ki, bár ugye itt is tudunk azért néhány mementót, amit most már hosszú évek óta kénytelenek vagyunk nézegetni, vagy így, vagy úgy. De összességében ez az alapinfrastruktúrát illeti. Ettől még önmagában nem lesz turisztikailag izgalmas hely Almádi. Amitől izgalmas lesz a turista szemszögéből nézve, azok az attrakciók, azok a turisztikai vonzerők, termékek, amikből azért ma a strandon kívül a többi vonzerünk azért nem annyira fényesen csillag a turizmus égboltján, úgyhogy ezekre vonatkoznak leginkább ezek a fejlesztési tervek. Itt a Vöröshomokkő tanösvénynek egy átfogó fejlesztési programja van benne ebben az elképzelésünkben.
az óvári messzelátónak egy teljes rekonstrukciója, visszaállítása az eredeti szépségére, és hát még sok-sok olyan apró dolog, amiben a turista akkor, mikor itt van Almádiban, léptennyomon beleütközik, és szívesen látja. De egyébként, hogy az idei évből már megvalósult dolgokról beszélünk, hogy a vasút átjáró egy pont egy ilyen kezdeményezés, amit szintén a Turisztikai Egyesület vállalt ugye magára, mint programgazda, hogy ennek megpróbálja fél évente előteremteni mindig az anyagi forrásait, hogy ott tárlatot tudjunk váltani megint az Almádiban élő, vagy az almádi kötődéssel bíró művészek alkotásaiból, és ugye ez megint egy olyan problémát oldott meg másik oldalról, ami nem csak, hogy élményt ad a turistának, aki keresztül megy az aluljáron, hanem megoldja azt a problémát, ami egyébként az aluljáróknak a kellemetlenségeit szokta magával hordozni. A lakosság és a turisták szempontjából mennyire épül egymásra mondjuk a kulturális központ és az egyesületnek a programjai, mennyire, ha már úgyis egy honlapon jelennek meg, ugye, és akkor nyilván optimális, hogyha illeszkednek is, vagy alkalmazkodnak egymáshoz, ez mennyire van jelen, mennyire jó az együttműködés ilyen szempontból a két szervezet között? Az együttműködésben én azt hiszem, hogy azért folyamatosan próbálunk előrébb lépni. Nyilván egy teljesen másfajta működés az, amit egy kulturális központ feladatául kap, és teljesen mások az ő szempontjaik, mint a Turisztikai Egyesületnek a szempontjai. Egyébként, ha már így a weboldalt említette, hogy azért a Pannonia Kulturális Központnak változatlan van még egy független weboldala is, ami hogy most jó vagy rossz, arról valószínűleg megint lehetne sokat beszélgetni. Tehát az, aki mondjuk ma városi lakosként akarja összeszedni a számára lakosként érdekes információkat, annak azért lehet, hogy ma még nem elég a városi honlapra fölmenni, hanem át kell menni a Pannonia weboldalára is, tehát itt is majd jó lenne egy újabb integrációt létrehozni azon vonatkozásban. De egyébként én azt hiszem, hogy ezen a ponton még sok-sok közös lehetőségünk lenne a jövőt illetően, tehát azért nagyon sok olyan rendezvény van, gondolok itt például mondjuk az adventi vásárra, ami ugye itt most éppen közeleg, amit valami oknál fogva a Turisztikai Egyesület szervez, ezről most talán nem is érdemes belemenni, hogy ez hogy került annak idején a Turisztikai Egyesülethez, miközben azért tudjuk, hogy mondjuk decemberben hány turista fordul meg Balatonalmádiban. Viszont ezzel párhuzamosan ugye bent a Pannoniában meg zajlanak a központ által szervezett különböző karácsonyi és adventi események, úgyhogy ennek például a szinkronizálásában azért az idejében én remélem, hogy sokkal ügyesebbek tudunk majd lenni, és nem fordul az elő, hogy párhuzamosan kint is, meg bent is zajlanak programok, hanem az, aki oda látogat, az vagy itt, vagy ott talál programot magának. Gondolom ez az egyeztetés már csak azután indul el, hogy a kulturális központ vezetésére kírt pályázat a végére ér, és... Hát az már nagyon késő lenne, ha akkor indulna csak el, ez már réges-rég elkezdődött, és folyamatban van, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez Már a komplex szinkronizálásra és az programok és minden egyeztetésére és összefésülésére gondoltam. Hogy... A megvalósítás lesz majd nyilván azután, hogy kiderül, hogy ki lesz az új intézményvezető, de az előkészítések már több hete zajlanak, úgyhogy ezügyben mi már régen kommunikálunk az ottani kollégákkal, úgyhogy én bízom benne, hogy ez valóban sikeres tud lenni az idei évben. Mikor és hol kerül sor erre az adventi programra, amit az Egyesület szervez? Ez advent második hétvégéjétől indul, tehát végül is bronz, ezüst és arany vasárnap hétvégéjén kerül megrendezésre. A már jól ismert helyen, vagy legalábbis a városi lakosság számára jól ismert helyen, ugye a Pannonia Kulturális Központ előtti parkolóban. Idén is sok-sok kézműves fogadta el a felkérésünket, úgyhogy akinek netán a karácsonyi ajándék ötlet hiánya lenne, az ott biztos, hogy kellő inspirációt fog kapni, és hát emellett nyilván a nélkülözhetetlen forradból, kürtös karács és egyéb karácsonyi ételek azért meg fognak jelenni, és hát próbálunk egyfajta karácsonyi hangulatot, adventi ráhangolódást elősegíteni ezzel a rendezvényünkkel. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást, és kellemes ünnepeket kívánunk az Egyesület számára is, már szervezést illetően is. Köszönjük szépen, viszont kívánjuk. Ennyi fért a közügybe. Kollégáim nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.